megnéztük a Nyírbátornak ugye a játékát, de nagyjából ismerjük egymást a két csapat, hiszen tavaly ezért sokszor találkoztunk. Úgyhogy hát sajnos nem ideális a körülmények, hiszen 4 órát utaztunk, úgyhogy nem tudom mennyire lesznek frissek a lábak, meglátjuk. Szeretnék most már azt visszalátni, ami a felkészülés során sikerült, hogy jó teljesítmény nyújt az a kevés játékos, aki pályára lép. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy most már elindulunk azon az úton, amit elterveztünk, mert eddig már minden egyes olyan gödörbe beleléptünk, amiben, hogyha egy év alatt lép bele az ember, nem azt mondom, hogy sok, akkor elfogadható, de mi nagyon rövid idő alatt léptünk bele mindenféle gödörbe, úgyhogy nagyon remélem, hogy most ez nem így lesz. A pont nélküli Nyírbátor jobban kezdett, mint az egy győzelemmel rendelkező MFA a két csapat egymás elleni randevúján, hiszen Orosz Dániel duplájával a 8. percben már 2-0 volt az állás. Miről beszéltünk igazából egész héten, múlt hét szombattól kezdve, azt feltudták minden játékosok a pályára. Nagyon örültem neki, gyakorlatilag az első perctől kezdve öröm volt azt látni, hogy milyen sebességgel közlekednek, milyen akarással közlekednek a pályán. A haladás a Kecskemét, illetve az Újpest ellen az első 3 fordulóban 20 gólt kaptak a bátoriak, akik ezúttal 0-án tartották ellenfelüket az első félidőben. Sőt, Szentes Bíró Tamás, Molnár Szabolcs és a triplázó Orosz révén féltávnál már 5-0-ra vezettek a hazaiak. Úgy gondolom, hogy a kulcs az akarati tényező volt, mi sokkal jobb volt most, mint az előző fordulókban. A bátoriak házi gólkirálya Nagy Bence hamar betalált a térfélcsere után, így a második félidőben sem lehettek vérmes reményei az MFA-nak. Biztos, hogy edzői felelősség is van ebbe, de egy-két játékosunk nem ismertem rá mai napon. Kicsit el vagyunk kényelmesedve itt a bennmaradás után. Rendezni kell a fejeket. Nguyen Naddui és Szucsányi Sándor gólváltását követően 7-1-el fordultak a hajrára a csapatok, így az MFA csak úgy, mint az első fordulóban a Veszprém ellen megint 7 gólt kapott. Véleményem szerint a legnagyobb különbség az most a mentalitás volt. A pörgés, a pulzusszám, tehát ezt nem tehetjük meg. Mi nem vagyunk egy haladásszintű csapat, nem tehetjük meg azt, hogy ilyen mentalitással, ilyen alvó állapotban jövünk egy meccsre, úgyhogy szerintem ez volt a legjobb különbség. Az előző fordulóban is betaláló Fábián Tamás, valamint Módli Dominik révén még kapaszkodott az MFA, amely 7-3-as vereséget szenvedett az idénybeli első pontjait szerző Nyírbátor ellen.